Előrébb hozták a decemberi rendes képviselőtestületi ülést Tolnán, hogy még az idén el tudják indítani egy-egy ügy menetét. Több fontos dologról is szó esett, például az önkormányzat döntött arról, hogy a víziközmű vagyonát szándékai szerint a magyar államra átruházza, tehát átadja ingyenesen, és csatlakozunk ahhoz az egyébként az erőszolgáltatási területén már minden önkormányzat csatlakozott ehhez, tehát ezzel a nem csak a vagyont, hanem a feladatot is át fogjuk adni a Nemzeti Víziközmű részére. A tárgyalások majd folynak, és a szerződés végleges aláírása előtt még a képviselőtestület jóvá fogja hagyni annak tartalmát. Nincs más út, tehát hogy sajnos azokat a borzasztóan magas energiaszámlákat, amiket az erővnek fizetnie kell, nem tudják, és állami támogatást csak akkor kapnak, hogyha a későbbiekben ők lesznek a szolgáltatók is, tehát az államra átruházzuk ezt a feladatot. Itt voltak viták, de végül is a képviselőtestület úgy döntött, hogy átadjuk ingyenesen az állam részére a víziközmű vagyont. A napi rendek között szerepelt a város bölcsödéje is. Itt több mindent meg kellett tárgyalniuk a képviselőknek. Még sose álltunk ennyire közel ahhoz, hogy Tolna városában megnyisson az új bölcsöde, ami várhatóan április 1-től fog működni a városban. Itt több intézkedés is kapcsolódott ehhez a bölcsödei működtetéshez. Felállítottunk egy bizottságot, egy szakmai bizottságot, aki majd véleményezni fogja az igazgatói pályázatokat, és várhatóan februártól már intézményvezetője lesz az új bölcsödének. Döntöttünk arról is, hogy egészen addig, amíg az új bölcsöde nem indul meg, addig az eddigiekben megszokott módon a két alapítvány, illetve egyesület által működtetett családi bölcsödékbe járó gyermekek szüleit támogatjuk. Minden bölcsödébe járó gyerek után az önkormányzat 1000 forintot fizet a szülőknek azon a napon, amikor be is megy a gyermek az intézménybe. Amelyik hétköznap betegség vagy egyéb miatt nem mennek a kicsik bölcsibe, aznapra 500 forint támogatást biztosít az önkormányzat. Mert nyilván a bölcsödő működtetése akkor is pénzbe kerül, és a térítési díjat a szülőnek akkor is ki kell fizetnie a bölcsödébe, hogyha nem megy a gyerek. Mert akkor is van munkabér, akkor is van rezsi. Úgyhogy ez egy korábban jól bevált gyakorlat volt egyébként, hogy abból a térítési díjból, amit a szülő fizet a bölcsödében, abból egy részt átvállalunk ilyen módon, hogy 1000, illetve ha nincs ott a gyerek, akkor 500 forintot vállalunk át. Egyelőre úgy döntöttünk, hogy április 1-ig, vagy március 31-ig, addig, amíg nem nyílik meg az új bölcsöde, nyilván nekünk az a célunk, hogy a gyerekek az önkormányzati bölcsödébe járjanak. Itt is lesz majd térítési díj, itt is kell majd fizetni a gyerekeknek az étkezésért, de azt gondolom, hogy mivel lesz egy saját intézményünk, így a mi célunk az kell, hogy legyen, hogy elsősorban ezeket a gyerekeket, szülőket támogassuk, aztán majd a jövőben eldöntjük, hogy a magánbölcsödébe járó gyermekeket, illetve azok szüleit támogatni fogjuk-e. A város sikosságmentesítésének tervét is elkészítette a Telena Kft., ezt is elfogadta a testület. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a Telena Kft. A megszokottakhoz, vagy ugyanúgy, ahogy az elmúlt években végezni fogja a feladatát. Nyilván a fő közlekedési utakat, amik a magyar állam tulajdonában vannak, a közút fogja takarítani, és az összes többit pedig a Telena Kft. Nem csak saját dolgozóival, hanem alvállalkozókkal is akár. Azt is el szeretném mondani, hogy 5 cm hóesés alatt nem tudnak havat takarítani, tehát hogy egész egyszerűen ez a kotrógép nem működik, és az 5 centi alatti havat nem tudja eltolni. Tehát igyekeznek mindig az időjárást figyelve alásózni már a hóesés előtt és a jegesedés előtt. Én azt gondolom egyébként, hogy az elmúlt években azt tapasztalhattuk, bár kétségtelen, hogy nem volt nagy hó és nem volt nagy hideg az elmúlt években, de a város útjai járhatóak voltak mindig, és mi úgy látjuk, hogy ez a jövőben is így lesz.
Mostanában az egyik sarkallatos téma a városban a Mözsi posta bezárása. Erről is értekeztek a képviselők a legutóbbi ülésen. Valamennyien tudjuk, hogy a megemelkedő energia árak voltak azok, amelyek a postát ilyen intézkedésekre késztették, vagy kényszerítették, de mindezek ellenére a képviselőtestület felhatalmazott arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzek a postával, hogy milyen megoldások lehetségesek, és nyilván, hogyha ennek anyagi vonzata van, akkor a képviselőtestület a későbbiekben dönteni fog róla. A környező településeken hallottam már olyan településeket, polgármester társaimmal egyeztettem. Van lehetőség arra, vagy adódhat lehetőség arra, hogy egy postát újra nyissanak, ha az önkormányzat ennek az anyagi vonzatát biztosítja. Ez is egy lehetőség, de én azért szeretnék arról is tájékozódni, hogy van-e mód arra, hogy esetleg mobilpostával, vagy a kis településeken szokásos módon, hogy egy boltba helyeznek el postai szolgáltatásokat, akár ilyen módon lehessen a mözsieknek újra postai szolgáltatásuk. Azt is tudjuk, hogy a Mözsi posta borzasztóan elavult épület. Én azt gondolom, hogy esetleg még arra is lehet forrást találnunk, hogy azt egy kicsit felújítsuk. A mözsieknek ugyanúgy szükségük van a jó szolgáltatás elérésére, vagy a postai szolgáltatás elérésére, mint a tolnaiaknak. És nagyon érdekes egyébként, hogy inkább a tolnaiak jártak Mözsre postára, mert ott valahogy gördülékenyebben mentek a dolgok. Ha a magyar posta erre nem tud megnyugtató választ adni, akkor akár még az önkormányzat is ebben segíthet. Nekünk nyilván az az érdekünk, hogy a mözsi-tolnai emberek minél jobb szolgáltatást kapjanak, és még egyszer mondom, meg fogom keresni a Magyar Postát, és azokat a lehetőségeket a képviselőtestület elé fogom tárni, amik esetleg, ha nem is az újranyitást, de a postai szolgáltatást biztosítani tudják majd a mözsiek számára is. A polgármester hozzátette, reméli, sikerrel jár majd a szolgáltatónál, és 2023 évelején újra kinyithat a Tolna Mözsi posta.